Kívánok! Adrian Barry vagyok, és régóta gondolkodom azon, hogy szeretnék videoklippeket készíteni, és feltenni a YouTube-ra, de nagyon nehéz volt eddig hozzáfogni. Mindig nehéz a kezdet, és sokszor én is így voltam, amikor dolgozatot kell írni, nem tudtam elkezdeni, amikor egyszer elkezdtem, akkor folyt a munka, azért meglátjuk, hogy hogyan lesz. Erre a dologra kaptam ihletet, arról, hogy néztem olyan klippeket, amelyeket emberek úgy készítettek, mint ahogy én gondolok, beszéltek a tapasztalatairól, és főleg olyan emberek, akik Jehova tanúi voltak, és most már nem azok, és beszéltek a tapasztalataikról, hogy hogyan léptek ki ebből a szervezetből, milyen volt a többiek reakciója, és így tovább, és így tovább. Főleg, ha megnevezem őket, Mark és Cora Angliából, és aztán van Mike és Kim Amerikából, és ezeknek a klippeit néztem elég sokat, és szerintem az nagyon jó, amit csinálnak ezzel, próbálnak segíteni másokon, akik hasonló dolgokon mennek át, mint ők, hogy ne legyenek egyedül a dologban. De én nem akarok kifejezetten a Jehova tanúival foglalkozni, nem az volt a gondolatom, bár emlékszem 1975-re, és lehet, hogy beszélek még erről a jövőben, de hát azért, mert én majd ebben az évben 60 éves leszek, azért elég sokat tapasztaltam, elég sok dolgot tanultam, megtértem, amikor még egyetemre jártam, keresztény vagyok még mindig, és vannak dolgok, amelyeket szeretnék átadni, olyan bizonyságok, tapasztalatok, esetleg tanítások, mivel biblia tanító vagyok, meg talán hasznosak lesznek mások számára. És nem mint a nem lenne más anyag a YouTube-on vagy az interneten, mindezekről, amiről szeretnék beszélni, de az az anyag, amit én nézek, amit főleg én nézem, az angol nyelven van, mivel én magam angol vagyok, de nem tudom, hogyha annyi rengeteg anyag elérhető magyar nyelven, és aztán gondoltam, hogy jó, angolul is fogok klippeket készíteni, de magyarul is, hogy esetleg a magyar közönségnek, magyar hallgatóságnak tudjak valamilyen olyan információt átadni, ami esetleg hasznos lehet számukra. Akkor egy kicsit magamról. Angol vagyok, Angliából származom. Egy kis városban születtem, Észak-Angliában, aminek a neve Haslingden. Ez Manchestertől körülbelül 30 kilométerre északra. Sokan hallottak Manchesterről, és nem szeretem a focit. Tudom, hogy angol vagyok, de nem érdekel. Rendben. Akkor ott nőttem fel, egyetemre jártam Londonba, megszereztem a egyetemi diplomát kémiából, meg a doktori fokozatot szintén kémiából, a fémszerves kémia területén, és utána elmentem Walesbe dolgozni, az egyetemen Bangor városában, és ott dolgoztam néhány évig, és tanítottam kémiát ott az egyetemen. Közben körülbelül 1979-ben tértem meg, kicsit visszatérve, a szüleim keresztjének voltak. Az első emlékem a gyülekezetről az, hogy egy kis misszióállomásba jártunk apukámmal,
nem felekezethez tartozó evangéliumi misszió. Tetszett végül is, vasárnapi iskolába jártam és tanultam bibliai történeteket. Később a baptista gyülekezetben mentünk, mert az volt az apukám. Végül is a származása, ő abba született, és ő diakónusként is szolgált, ami talán megfelel a presbiternek, más egyházoknak. De akkor ismertem a Bibliát, szerettem a keresztényeket, mikor egyetemre jártam, voltak keresztény barátaim, mert ezek normálisok voltak, aranyosok voltak. Én is hittem, ha magam módján, ugye mondják az emberek, de nem volt kapcsolatom Istennel. De 1979-ben valami krízis történt az életemben, mert később erről mesélek, és megtértem 1979. decemberében, és így születem újjá. Később be is merítkeztem, de mondom, megtartom a bizonyságot egy másik videóra. Később, ahogy mondom, laktam Walesben, szolgáltunk a gyülekezetben, a Assemblies of God felekezethez tartozó pünkösdi gyülekezetben, ott Bangor városában, és még mindig vannak velük jó kapcsolatok, kapcsolataim, pedig körülbelül hát 20 évvel ezelőtt, nem sokára 20 éve lesz, hogy Magyarországra költöztem, és itt is szolgáltam bizonyos gyülekezetekben, mint biblia tanító, és talán az a fő szolgálatom. Nagyon szeretem a tanítani a Bibliát, de szeretem is hallgatni a Biblia tanítását. És azért visszatérve azért a videoklipekre, meg a YouTube-ra, meg az internetre, mióta itt éltem, nagyon hasznos volt számomra az internet. Például, amikor valamilyen vitás témát kellett kutatni, akkor először talán nagyon sokat olvastam az interneten, bizonyos tanítói weboldalokon. Később talán inkább hallgattam az internetes tanításokat, és aztán YouTube-ot is, mert találtam nagyon jó anyagokat, de ahogy mondom, főleg angol nyelven, amely számomra nagyon hasznos volt, és nagyon sokat tudtam ebből épülni, amellett, hogy a gyülekezetben is vállaltam szolgálatot. Ahogy mondom, lassan 60 éves leszek, és ez alatt a 60 év alatt nagyon sokat tapasztaltam, tanultam, hallottam, olvastam, hallgattam, és így tovább. És azt gondolom, hogy rengeteg van bennem, amit szeretnék másoknak átadni. Lehet, hogy ugye az a tanítói beállítottság, ami bennem van, nem tudom. Én nagyon szeretek tanulni, de nagyon szeretem megosztani másokkal azt, amit én tapasztaltam, amit felfedeztem, amit megértettem, és azt nagyon szeretem tenni. Szoktam igét is hirdetni a gyülekezetekben, előadást is tartottam biblikus témáról, a Biblia és a tudomány, különféle teológiai témákról, de az a tapasztalatom sokszor, hogy csalódtam, hogy nagyon készültem a dolgokra, és aztán nem jöttek az emberek. Hát különböző okokból. Lehet, hogy ugye meghívtak valami gyülekezetbe, aztán nem volt megfelelően hirdetve, vagy ez egy plusz alkalom volt, és hát az emberek alig járnak gyülekezetben, nem is arról van szó, hogy egy plusz alkalom, akkor ráadásul hétköznap, hát mit képzelünk mi, hogy ők eljöjjenek, mert mindenki el van foglalva. És azt gondoltam, hogy talán akkor megpróbálom ezzel az eszközzel is az internet, mert ugye az emberek otthon ülnek és nézik a számítógépet, és innen jön a
szórakozás, meg az információ, meg minden, nem is kell kilépni a lakásból, az ember kapcsolatban lehet a világgal, és én azt gondoltam, hogy hát ha nem jönnek el engem hallgatni, akkor lehet, hogy én is szerepelhetek az interneten, meglátjuk. Szeretnék többféle témával foglalkozni, rengeteg van bennem, meglátjuk, hogy hogyan haladunk. Hát az először megmondom, nem titkolom el, hogy az én kiinduló pontom az, hogy keresztény vagyok, megtértem, újjászülettem, és evangéliumi keresztény vagyok, újjászületett, és azért a világnézetem, a judeo-keresztény világnézet, amely szerintem, én szerintem megegyezik a világgal, úgy, ahogy ismerjük, de az nem az egyetlen világnézet, ami létezik. De én innen fogok kiindulni, mikor megbeszélem a különféle témákat. És arról fogok beszélni, ami engem érdekel, és amivel foglalkoztam. Kezdjük a kereszténységgel, a személyes bizonyságok, személyes átélések, mit éltem át a szolgálatban, a gyülekezetekben, különféle helyeken, ugyanúgy foglalkozom bibliai, teológiai témákkal, mint például a Isten szövetségei, Isten királysága, hogy ezek mit jelentenek nekem, és szerintem mit jelent a Biblia szerint. Aztán érdekelnek a világnézetek, az ateizmustól kezdve különféle világvallások, a kereszténységen belül a különféle irányzatok, felekezetek, úgymond szekták is, akkor mit tanulhatunk erről, mit mondhatunk ezekről a dolgokról. Ezek érdekelnek, és aztán megosztom tehát a közönséggel az én nézetemet ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy másokat is végül is érdekel a dolog. Rendben. Végzetül, legalább ebben a klipben, szeretnék a Bibliából olvasni, és ez második Timóteus 2, és az első két vers. Fiam, légy tehát erős, a Jézus Krisztusban levő kegyelem által, és amit tőlem számos tanú által megerősítve hallottál, bízd azt hűséges, mások tanítására is alkalmas emberekre. Remélem, hogy ez részemről nem túl nagyképű, hogy én szeretném az én tapasztalataimat így megosztani a közönséggel. És akkor a legközelebbi találkozásig, viszontlátásra!